A múltkori tréningünk veleje a következő gondolat volt. Életed egy adott területének változása a többi területének változásával jár. És hogyha ezen elgondolkodsz, akkor saját tapasztalatodból beláthatod, hogy ez valóban így működik. Akkor arról beszéltem, hogy ugye a legáltalánosabb példa a munka és a párkapcsolat, ami látszol a két különálló terület, de tudjuk jól, hogy ha nem működik jól a párkapcsolatunk, akkor az rányomja a bélyegét a munkára, de rányomhatja a bélyegét az egészségre is, és bármi másra is, ami az életünk sok-sok területének összetevői. Na most nézd meg azt az elakadást egy adott fontos területen, ami számodra fontos. Tehát tudod, konkrétan van egy célod, hogy min akarsz változtatni. Rendben, nem megy, ne erről tessük, mert a nagy akarásnak csak nyögés a vége, ahogy ezt sokan mondják. Ekkor a legjobb, hogyha megnézel egy teljesen más területet, és ott próbálsz változtatni. Vagy egy harmadikat, vagy egy negyediket. Azt változtasd meg, ami a lehetőségeid körén belül van. Na most itt pont az a lényeg, hogy látszólag ezek a területek nincsenek egymással kapcsolatban, viszont a közös nevező minden egyes területet vizsgálva, és ez az első számú tanulság, az te vagy. Te vagy az, aki érzed a párkapcsolatod problémáit, te vagy az, aki érzed a munkahelyi problémáidat, te vagy az, aki érzed az egészségügyi problémáidat, soroljam. Mindig te vagy a középpontban, tehát belőled erednek ezek a területek. Most ezt így képletesen fogalmazva. Az áthatás és a szinergia, ez a két szó, ami most eszembe jutott. Az áthatásról ugye itt most beszéltem. A szinergia, ami magyarul inkább mondanám azt, hogy az egymásra hatást, tehát együttműködés, inkább ez a legjobb szó, hogy együttműködni, mert a szinergia az alapvetően, vagyis számomra legalábbis egy pozitív fogalom, tehát hogy különböző elemek egy adott rendszerben egymást támogatják és egymást erősítik. Mindegyik erősíti a másikat, és ez oda-vissza működik, és ezért lesz ez egy ilyen hatványozott erő. Viszont ez működhet negatív irányba is, nem kell ezt sem kifejtenem. Nézd meg a saját tapasztalatodat, vizsgálódj a saját életedben, és ott találj olyan pontokat, olyan összefüggéseket, amelyek igazolják ennek a nagyon egyszerű elvnek a működését. Tehát, hogy életed egy adott területének a változása a többi területére is hatással van. A célod az, hogy friss energiát hoz be a rendszerbe, tehát hogy friss energiákat ébresz. A teendő pedig az, amire már az előbb utaltam, az az, hogy azon a területen változtass, amin változtatni tudsz. Mert lehet, hogy a munkádban nem tudsz változtatni. Ha vállalkozó vagy, vagy ha munkavállaló vagy, ezerféle példát lehetne mondani, hogy miért nem. Eznek lehetnek emberi okai, pénzügyi okai, tudod jól pontosan. Akkor keres más területet. Ha valaki elmegy sportolni, mert addig nem sportolt, és elkezd sportolni, és ezáltal friss energiákat ébresztet, na az aztán friss energia, testileg tapasztalható friss energia, de ugye épp testben, épp lélek, ahogy tartja a mondás, rögtön beindulnak a kreatív gondolatok, és lehetséges, hogy megoldod azt a munkahelyi problémát. Ez most csak egy nagyon egyszerű séma volt. Ezt megint csak vizsgáld meg a saját nézőpontodból. A logika az, hogy minden változás számít, a legapróbb is. És a cél az, hogy a változást, ha már úgyis elkerülhetetlen, mert azt is mondjuk, ilyen közhelyesen, hogy egyedüli, állandó a változás, ha már úgyis mindig változik minden, akkor legalább te kezdeményezd azt a változást. Tehát te változtass. Te tartsd a kezedben a változást, mert akkor te irányítasz, és aki irányít, az szabad. Te vagy az életed főnöke, és az jó érzéssel tölt el. Érzetszinten az nagyon jó, amikor nem elszenveded a változást, hanem te kezdeményezed, amikor te irányítasz. A legkisebb is számít. Én pedig bízom abban, hogy ez a néhány gondolat, amit most elhangzott, ez is oda tartozik, akárcsak a legkisebbek közé. Köszönöm szépen a figyelmet! Azon gondolkodom, lehet, hogy most megtartottam illetem eddig legrövidebb előadását.